Sziasztok! Január 5-e van, reggel 4:09, most voltam kint az állatokat megetetni, közben készül nekem a reggeli. Ez a videó azért készül most nektek, mert feladtam egy hirdetést, és SPC vetőgépet szeretnék venni, és azzal kapcsolatban szeretnék hozzátok szólni. Nagyon sokan írtatok az ismerőseim közül is, és idegenek is messengeremre, hogy ilyen a vetőgép, ilyen az SPC, olyan az SPC, van, aki azt mondja, hogy jó, van, aki azt mondja, hogy nem jó, ilyen változó a vélemény. Igazából én azért raktam fel a hirdetést, hogy meg szerettem volna nézni, hogy van-e esetleg olyan típusú, nem is típusú, hanem olyan állapotú gép, amit én keresnék. Volt nekem már 4-soros is, 6-soros is, nem is egy darab, több darab SPC-m volt. Igaz, másféle vetőgépen még nem volt, de láttam, hogy hogy vetnek azok. Nyilván persze jobb, valamennyivel jobb, meg sok, valamelyik sokkal jobb minőségben tud vetni, szebb a munkája. De azért raktam fel a hirdetést, mert én nem szeretnék másnak vetni, csak saját magamnak kukoricát. És nekem szerintem megfelelne egy SPC is, de még ez nincs 100%-osan eldöntve. Na mindegy, a lényeg az, hogy ez a videó azért készül most nektek, hogy kommentben, amit írtatok, hogy válaszoljak rá, mert nem tudok annyi embernek visszaválaszolni. Szerintem közel 100-an írtatok, és küldtetek képeket vetőgépről, hogy van eladó. Nem számoltam, hogy hányan, egy 20-30-nak szerintem biztos, hogy visszaírtam, a többieknek nem tudtam, mert nincs rá időm. Most is, hogyha ennek a videónak vége, akkor anyával leülünk reggelizni, és készül a többi videóról a munka. Nem, ugye, a munkáról a most videó. Bocsánat, a munkáról a videó. Még nagyon, hát nem azt mondom, hogy nagyon korán van, de azért tegnap korán keltünk, késő feküdtünk, mindegy, lényegtelen. A lényeg az, hogy az SPC vetőgépre térnék vissza, hogy van, aki írta, hogy nagyon jó gép, van, aki azt mondta, hogy nem jó gép. Na most elmondom nektek, hogy nekem maximum 10 hektár kukoricám lesz, nem lesz több. Nem is szoktam többet vetni magamnak, mert mint már mondtam, a 30 hektár környékén gazdálkodunk, igazából pontosan nem számoltam össze, de teljesen mindegy, tehát nem 100-200 vagy 500 hektáros gazdák vagyunk, mi egy ilyen kis csepp vagyunk itt a tengerbe. Nem kérek, köszönöm. És lényeg az, hogy fölöslegesnek tartom, hogy egy ilyen 4, 5, 6, 8, 10 milliós vetőgépet vegyek 10 hektár kukorica vetésre. Nyilván szebb annak a vetésképe, vagy nem tudom, hogy szoktátok mondani, de elmondom, hogy nekem mi a tervem, és remélem, hogy kommentben megírjátok, hogy van-e benne igazság, vagy nincs. Ugye több szem többet lát, több a tapasztalat, ha ti, nektek másfajta, vagy ugyanilyen típusú vetőgépetek van, akkor nyugodtan írjátok meg kommentben, el fogom olvasni ennek ezzel alá, a videó alá írtakat. Mert ez a videó most föl fog kerülni a netre, most nektek a YouTube-ra, hogy meg tudjátok nézni, és aki megnézi, az remélem, hogy elmondja a véleményét erről a videóról, meg a vetőgépről is. Na szóval nekem az a tervem, elmondom nektek, hogy nincs 100%-osan eldöntve még ez az SPC vetőgép vásárlás, olyan 70%-ba hajlanák az SPC felé, 30%-ba egy drágább vetőgép felé. Nyilván, amit most veszek, azt pár évre veszem. De az a tervem, mert nekem volt egy SPC 6-os vetőgépem, ami eredeti román vetőgép volt, meg volt egy moldáv is, az is 6-soros, de az eredeti románnak nekem jobban tetszett a vetése, meg valahogy nem tudom, másabb volt a vetőgép, én vagy jobban meg voltam elégedve. De a lényeg az, hogy ha is csak műtrágyaszórósat vennék, nyilván azt fogjátok most mondani, hogy nem lesz olyan pontos a műtrágyaszórása az SPC vetőgépnek, mint mondom egy Monsemnak, vagy egy Kuhn, vagy akármilyen más típusú vetőgépnek, de nyilván az SPC vetőgép az töredéke, tehát nem tartom számomra nagyon ideális választásnak, ha én most 5, 6, 7, 8, 10 millióért veszek egy vetőgépet, mert nem fog megtérülni az ára csak akkor, amikor már körülbelül bokáig érő szakállam lesz. Tehát szerintem nem éri meg nekem. Vetni nem megyek senkinek, tehát csak saját magamnak, úgyhogy én úgy gondoltam, hogy nekem egy 4, maximum 6 soros SPC vetőgép, ami műtrágy adagolós, nekem az megfelelne, amit átalakítanák tárcsásra, mert ez lenne a leglényegesebb dolog, hogy ne csúszócsoroszjás legyen, hanem tárcsás. És utána jártam már, ugye tárcsát lehet kapni hozzá eredeti. Hát most eredeti vagy nem eredeti, nem akarok nektek hazudni, de tárcsásra lenne átalakítva. Már meg is néztem, hol lehet kapni milyen típust, úgyhogy szerintem, mivel hogy már nem szántunk annyit, meg ti is úgy tudjátok, hogy nem minden föld van szántva, így indokolt lenne a tárcsás kukorica vetőgép, mert ugye az SPC-es csúszócsoroszjás, de akinek eladtam a 6-sorost, amit valamilyen szinten egy picit meg is bántam, az egy nagyon jó állapotú, szerintem nem vetett
100 hektárnál többet összesen újkora óta. Ő megmondta, amikor felraktuk a kocsira és lekötöttük, hogy ő ezt tárcsásra fogja átalakítani, és műtrágya adagoló lesz rászerelve. Ugye én akkor utána jártam, annyiba került van a tárcsázása, tehát a csúszócsoroszják kicserélése és a műtrágya adagoló rá, hogyha még azt hozzáadom ahhoz az árhoz, aminnyire én ezt eladtam, akkor egy kézgépet kapok, és nem kell 3 hétig farig csinálnom rá a dolgokat. Úgyhogy most már úgy értem, hogy a tárcsás részét is, meg a műtrágyaszoros részét is. Úgyhogy most úgy gondoltam, hogy... És sok kávét? Hát egyet csinálsz, de nagyon nem szoktam kávézni, de ha csinálsz egyet, akkor iszok egyet. De csak simán azt a 3-1-be, jó? Na szóval úgy gondoltam, hogy veszek egyet, hogyha találok egy olyan igazi jó állapotút, tehát ilyen... És nem akarok csúnyán beszélni, mert ugye tegnap is voltunk nem műtrágyaszórót, hanem szerves-trágyaszórót nézni, ami megvásárlásra is került, aminek a videója azt hiszem ma lesz föltöltve estére, ha lesz rá időnk. Lesz rá időnk. Tehát ma föl lesz téve, ma 5-e van, január 5. 4-én vásároltuk. Igen, tegnap voltunk, ugye ezt láttátok is ezt az előző videóban, hogy mentünk a Vovóval megnézni ezt a trágyat. Azt még nem látták, csak azt, hogy fölkészítettük a Volvo-t. Bocsánat, ugye nem tudom pontosan melyik videók vannak föltéve, tehát anya azt mondja, hogy azt a videót láttátok, amikor felkészítettük a Volvo-t az útra, mi hogy hónapokig nem volt használva. Na mindegy, eltértünk a tájtól, nem akarom nagyon húzni az időtöket. Gyorsan elmondom, hogy mi a helyzet. Tehát a helyzet az, hogy elmentünk, megnéztük, tetszett, megegyeztünk, jövő héten, szerdán lesz a szállítás, akkor fogjuk hazahozni a gépet, nyilván be fogom nektek mutatni, elmondhatjátok majd a véleményeteket, de ez majd egy jövő heti téma, majd akkor térünk erre vissza most a vetőgépre kapcsolatba. Na mindegy, és akkor gondoltam, hogy veszek egy igazán patika SPC-t, ami olyan, hogy tényleg az enyém az volt, amit eladtam, amit a Debrecen környékére vitte el az úr, de nem tudom pontosan, hogy hová, de mindegy, a lényeg az, hogy avval a vetőgéppel vetettem olyan kukoricát, hogy 100-120 mázsa volt hektáronként. Nyilván kell hozzá időjárás is, meg tápanyag, de annak az tűpontosan. Tehát tényleg annyira szépen vetett az a gép, abba a tárcsákat én csináltam. Én fúrtam ki a tárcsákat, én állítottam be, hogy hány ezer szem legyen egy hektáron, hogy annak a gépnek a munkájával nagyon meg voltam elégedve. Csak az volt a bajom, hogy nem volt tárcsás, és nem volt rajta műtrágyaszóró. Egyébként megnéztem monszemeket is, néztem már kunokat, kun vetőgépet is, Kvernelandot is. Tehát, ami valamire való vetőgép, tehát használatban, ami valamire való, az úgy kezdődik, hogy 3 millió forint. Nem a 3 millió forinttal van a baj, azzal van a baj, hogy nincs kihasználva nálam. Tehát, én úgy gondolom, hogy, és ugyanazon az elven működik, mint egy SPC, tehát nagyon kevés a hidromotoros olyan vető, nem is akarok hidromotoros, tehát ezt hozzáteszem, én csak azt a levegős vetőgépet akarom, nem akarom bonyolítani itt a dolgot, tehát nem javítani akarunk, hanem dolgozni. Úgyhogy hallottam már olyat, hogy a Monszem vetőgépnél a turbinaház, vagy nem tudom, hogy mondjátok, elszállt egy csapágy, és utána több százezer forintba került a javítása. Nyilván egy SPC-nél, ha ez elszáll, akkor 80 ezer forintból meg tudsz csinálni mindent, mert ugye utána jártam, mennyibe kell a turbina, mindent. Tehát ebbe képbe vagyok, meg ugye volt is már ilyen vetőgépen, de soha nem volt ilyen probléma az SPC-vel nekem. Nyilván... Nem nézitek jó szemmel, még sokan, megkaptam tavaly azt a hozzászólást, amikor a kis John Deere-re húztam a 4-soros SPC-t, hogy jó kombináció az amerikai vagy a német a románnal összevetve. Hát megmondom nektek őszintén, hogy én a román vetőgépet nem nézem le én szemembe, ez a ti dolgotok, hogy ti mit szóltok hozzá, ez a ti dolgotok, de azt mondom, hogy az, ugyanazon az elven működik még a 15 milliós vetőgép is, ami levegős. Annyi, hogy másabb a kocsiknak a mozgása, tehát számomra nem éri meg 10 millió forintért venni egy vetőgépet, nekem jó lesz szerintem egy SPC, de ha találok egy nagyon normális állapotú monszemet, vagy akármit, persze nem olyat, amit a Noia bárkájába kidobott, mert van olyan, és tényleg van olyan, ami mit tudom én 100 hektárt vetett, de nem akarok már olyan öreg vetőgépet venni. Na mindegy, a cél az, hogy most föladtam ezt a hirdetést, legalább 100-an írtatok, rengetegen fogják ma is küldeni a képet. Nyilván mindegyik csúszócsoroszjás, azt bele kell kalkulálnom, hogy ugye át kell alakítanom csúszócsoroszjásra, műtrágya adagoló az felté... Nem, csúszócsoroszjás. Hogy bocsánat, tárcsás. Át kell alakítanom tárcsásra a csúszócsoroszjást. Nyilván olyat nem veszek meg, ami nincs műtrágya adagoló, van, már nem akarok bajlódni, de a tárcsát, a csúszócsoroszját, tárcsára azt kicserélem. Tehát nyilván az belefér még a büdzsébe szerintem simán.
De mindegy, a lényeg az, hogy ez a cél, vagyis ez a terv, de mondom, nem zárkozok el egy Monszem, vagy egy Kvernerland, vagy egy másfajta típusú vetőgéptől sem, de nem akarok milliókért vetőgépet venni, mert 10 hektára nem fog megtérülni nekem 30 év alatt se az ára, úgyhogy ez a tervem. A másik meg az, hogy valamelyik videóhoz még hozzá akartam nektek szólni, de nem tudom már pontosan, hogy melyikhez. Most lényünk, ebbe a videónak az lenne a lényege, hogy a SPC vetőgép van most az elsősorban, de csak akkor, ha olyat találok. Tehát nem nagyon akarok egy lerugott gépet megvenni, mert meg felújítottat se. Tehát ami már házilag át van festve, meg föl van újítva, olyat nem akarok megvenni, mert én is meg tudom csinálni, és nyilván, ha én megcsinálom magamnak, akkor én magamnak csinálom, nem eladásra. Úgyhogy én nem bízom az ilyen felújított gépen, még akkor sem megmutassák, tehát nem tudom, én lehet, hogy ezért most megköveztek, vagy akármi, nem tudom. Tehát én nem. Én amit, mondjuk, amit én eladtam vetőgépet, az bármikor kimertem próbálni bárkinek. Bármilyen gépet adtam el, tehát hozzáteszem, hogy nekem egyetlen egy telefon sem jött, mit tudom én a 15 év alatt, hogy ezt szar ez a gép. Tehát mindig kipróbáltuk, sőt nagyon sok olyan emberrel vagyok kapcsolatban, akik tőlem vettek már, ugye én eladtam a gépet, vettem újabbat. Szinte mind a két kombány, ami előttem volt klassz, mind a kettővel kapcsolatban vagyok úgy, hogy ha valamit nem értenek, vagy bármi, akkor fölhívnak, nagyon szívesen segítek, tehát nincs semmilyen rossz dolog az eladásban, egyikbe se volt. Tehát nem tudok róla, de hogyha lenne, elmondanám, de nincs. Na mindegy, a lényeg az, hogy ez a terv. Nyilván az SPC vetőgép az egy olcsóbb vetőgép, de mondom, volt, aki írta, hogy ő is vetett SPC vetőgépe, volt 140 mázsás kukoricája is, és tavaly vetett Kum Maxima, ha jól tudom, vetőgépe, és volt 35 mázsa. Tehát nyilván az is közrejátszik, hogy milyen az időjárás, meg ugye mennyire pontosan vet a gép. Ugye azt tudni kell, hogy az SPC vetőgépet se lehet 38-al vetni, meg egy Monszem vetőgépet se lehet 38-al vetni, mert mindegyiknek megvan a munkatempója. Tehát én azt mondom, hogy hülye az az ember, aki 62-vel húzza a vetőgépet, teljesen mindegy, hogy milyen az a vetőgép, mert akkor már nem lesz olyan jó a vetés, de szerintem mind a kettővel lehet szép munkát csinálni, hogyha nyugodt a traktoros és normálisan mindennek megvan a maga munkatempója, tehát a szántás, mind nem kell mondani, aki ilyen gazdálkodik, azt tudjana. Úgyhogy ez a terv egy SPC, de nézem a hirdetéseket is, hát ha találok egy más típust, de nyilván nem akarok, mondom, milliókért venni. Van egy bizonyos keret, amit magamba feláldozok rá, vagy nem is tudom, hogy mondjam, szánok rá, és nyilván a szerves tárgyaszóról is volt egy keret, aztán mégis nem annyi vettem, hanem sokkal drágábban, mert jobban tetszett, de a szerves tárgyaszóró is kell, mert ugye el kell szórnom a trágyát. Úgyhogy arról is lesz videó, ma föl lesz töltve, ha jól tudom, anya azt mondta, ma föl fogja tölteni a videót, ahogy elmentünk megnézni, megvettük, jövünk haza. Arról lesz egy videó, ma fogunk még videót készíteni újból kisbálázásról, holnap, vagy nem tudom mikor megint lesz, most viszont lesz egy szántós videó, hogy ezt a kiskertet felszántsuk, be fogom mutatni nektek a nagy John Deere-nek a belsejét, mert is nagyon sokan írtatok, ugye hiába olvassátok a kommentet a videók alatt, messengeren privátban írnak nekem az emberek, hogy mit szeretnének látni. Tehát nagyon sokan írtátok, hogy a John Deere-nek a váltójára vagytok kíváncsiak. Na, meg fogom mutatni a John Deere-nek a váltóját nektek, hogy milyen váltó van ebbe a John Deere, a nagyba. Utána meg fogom majd valamelyik nap mutatni a kicsibe is, hogy milyen váltó van. Mert sokan kíváncsiak vagytok rá, de nyugodtan jön, már tehettél? Én már megreggeliztem. Szuper, na mindegy, én is most fogok reggelizni. Megmutatom az ekebeállítást, nyilván ezen a kis földön nem fogok tudni nektek egy olyan ekebeállítást mutatni, mint egy nagyobb földön, de egy-két emberke volt, aki most kezd el gazdálkodni és szeretné tudni, sőt van olyan ember, aki azt írta nekem privátba, hogy a mi videónk alapján szeretne elkezdeni gazdálkodni, ha jól emlékszem. A hatására. Mi videónk hatására szeretne elgazdálkodni. Hát ennek az embernek sok sikert kívánok hozzá, és sok bő termés, és sok hibamentes üzemórát tiszta szívből kívánom neki. Ha nem próbálja meg, akkor úgyse fogja tudni soha, hogy jó vagy nem jó, ezt ő fogja majd tudni eldönteni. Úgyhogy szerintem ennyit erről a videóról, erről a vetőgépes videóról. Bízok benne, hogy fog sikerülni, arról is lesz videó, hogyha elmegyek nézni, venni, hozzuk haza, vagy bármi, arról fogunk nektek videót készíteni, úgyhogy meglássuk, úgyhogy eddig ennyit erről a SPC-s videóról. Úgyhogy ha tetszett, iratkozz fel.
nyomj egy lájkot, és nézzétek a következő videókat, mert minden héten fogok föltenni újabb és újabb videókat, újabb és újabb dolgokról. Sziasztok!